Erről az első évadban elképzeljük egy kis facsemetét, melynek éppen suhant ágacskái vannak, ez ma már egy terebélyes tölgy, minden egyes ága mondjuk egy egykori vármegye és egy-egy barátság, és ugye arra is büszkék vagyunk, hogy ápoljuk ezeket a barátságokat is. Tényleg egy nagyon jó dologán nőtte ki magát az járó. És itt a Radnai Alvasokban amúgy a túravezetőnk Varga Csaba volt itt a képen látható. Középen Csabával teljesen véletlenül találkoztunk még a Királykő hegységben, ugye egy nagyváradi hegymászó. Aztán mondta, hogy szóljunk, hogyha jövünk magas jegyekből, szívesen eljön, és eljött ide a Radnai Alvasokba. Barátok lettünk, pont ebben a házban aludtunk akkor. Szóval barátság szövődött, és később addig 7000 méter csúcsokat mászott, aztán egy kicsit a mi anyagi és erkölcsi segítségünkkel is, de persze a saját tehetségének köszönhetően ma már 4-8000-es csúcsot tudott megkódítani, a Gassenbrum 1-et, a Gassenbrum 2-t, a Broad Peak-et, a Manaslu-t. Vannak sikertelen expedíció is, de hát nyilván az a lényeg, hogy hazatérjen mindig épségben, egészségben, és az hozza az erdőzászlót nekünk a Himalájából. Még sok csúcs van előtte, jövőre is neki indul az egyiknek, de azt mondta, nem mondjuk el, hogy melyiket mássza, majd ő sajtótájékoztatón bejelenti. És hát ahogy gyártódtak a részek, úgy szaporodtak a kalandok, például kutya számozhattunk a gyilkostól befogyott jegén, ez egy óriás élmény volt számunkra, és eljutottunk Kárpátalján is, a Vereckei Ágóba, méghozzá az emlékmű alkotójával, Martin Péterrel, aki ott áll középen. És meg volt az első klasszikus közönségtalálkozó Egerben, tehát úgy izgultunk, hogy tényleg ott volt egy ilyen kis helyiség, ott meg legurítottunk egy kupicával, jól, hogy ne izguljunk annyira, szóval akkor még nem voltak képek, meg ilyesmik videók, hanem tényleg szóban meséltünk az Aero-ról. De aztán azóta ez már az 548. ilyen alkalom, hogy az Aero-ról mesélünk. Nagyon nagy kaland volt megmászni a fogarasi havasokban a Moldován út 2013 áprilisában, ugye Románia legmagasabb pontját. Hát tényleg van egy videónk is erről, méghozzá a videó épp a Moldován út készült, és ahogy onnan megyünk a vízcsúcs felé, lehet látni, hogy egy rossz lépés és bizony kicsúszhatunk, de mégis biztonságosabb itt haladni, mint ha mondjuk lejjebb lennénk, mert akkor elvárnánk a havat és a lavina elvinne bennünket. Négyszer futottunk neki a fogarasi javasoknak, hogy majd leforgatjuk télen, de háromszor haza kellett mennünk, mert elromlott az idő, vagy a lavina veszély megnőtt. Hát negyedszer feljutottunk, lehet látni, hogy milyen gyönyörű futunk ki. De egy anticiklon uralkodott itt a Kárpát-medence fölött, az nagyon nagy élmény volt. Gyakran kérdeznek bennünket, hogy melyik a legszebb hely Erdélyben, vagy Párizsban. Mindig szoktuk mondani, hogy a Gutin után a fogarasi javasok. És hát elfelejtkeztünk itt vinni a naptejeket, meg ilyesmiket, úgy bedagadt az arcunk, hogy ilyen duplájában lett a fejünk, mire leértünk innen a hegyről, és úgy kellett mennünk forgatni a Délvidékre a következő epizódot, tehát sok közeli felvételét nem készült rólunk. És hát egy szomorú helyszín a Bácskai sík, vagy akár a Bánáti is, tele van ilyen, tehát ilyen mementókkal. 1944-ben 40 ezer magyar töltek meg a szervek Szabadka és Bácskában, vagy éppen 1991 után a délszláv háború is sok áldozatot szedett, ez a Vukovári temető, biztos hallottak róla. És hát az évad ismét Csíksomlyon a búcsúban zárult, már másodszor. Aztán folytatódott a harmadik évaddal a hazajáró, ez már az ünnökő, a rododendron világ idején mentünk a Radnai Javasokba, tehát ez ilyen kis botanikai kirándulás volt a Radnai Javasokban tett túránk. Majd elmentünk még hosszabb időre Kárpátaljára. Kárpátalját nagyon szeretjük, ugye ott élnek a bolykók, vagy éppen a huszok, hát a ruszinoknak ugye három fő ágúk van, és hát nagyon jó velük forgatni. Rákóczi leghűségesebb nemzete, ugye Rákóczi mellé álltak, amikor volt a szabadságharc, de
Amúgy Kárpátaljára nagyon szeretünk járni, tényleg nagyon szürreális dolgok vannak. A szovjet múlt emlékei ott vannak minden utcasarkon, még ilyen vegyes boltok vannak, ahol bemegy az ember, és a kerti törpétől kezdve a kolbászék, az üdítőtől, a traktorgumék, mindent meg lehet kapni. Szóval nagyon szeretjük. Ennek a medvének is van egy története, ez 2011 őszén még egy koliba előtt állt, egy síparadicsomban levő ketrecben volt odarakva tényleg, és biztos nem érezte jól magát. És két év múlva már összegyűjtötték ezeket a cirkuszi medvéket Kárpátalja szerte, és egy ilyen medvemen helyen találkoztunk újra vele, a színebérító alatt. Hát próbáltunk ilyen vagány részeket csinálni, hogy kint alszunk sátorban télen. Nem volt nagy élmény, de a filmen jól mutatott, és ez a legfontosabb. És tényleg nagyon érdekes emberekkel összehozott minket a gondviselés, Hazug Pista bácsi, Gyergyó Alfalú mellett. Én hát mi sem kerülhettük ki legendás személyét, és hogy a neve is mondja, minket is traktált mindenféle hazugsággal. Hát úgy kezdte, hogy van egy medvé, amelynek a hátán körbe szokta járni a tájat. Mondtuk, akkor ezt fölvennénk kamerával. Mondta, hogy hát ahogy nézi, pont nincs itt van ez a medve. Aztán mesélte, hogy egy másik medve egy szűk erdélyi ösvényen megtámadt, ő le is mondott az életéről, de kihasználta azt a lélektani pillanatot, amikor a medve kitátotta a száját, gyorsan legyújt a torkán egészen a farkáig, és kifordított őt a bundájánál fogva, és a medve elszaladt a másik irányba. Vagy éppen ott a kunyója áttérve, mesélte egyszer a maros úgy kiáradt, hogy a padlását is elöntött a víz. És akkor visszavonult az erdő, szomorúan fölment, de aztán nagy boldogság volt, mert az egérfogó tele volt pontyokkal, meg harcsákkal. Két év múlva meg olyan szárazság jött, hogy alig csordogált a víz a marosba, és ott a halak nem tudtak megtanulni úszni, megsajnált őket, ő mutogatta mozdulatokat nekik. De a legmeredegebb mégis az volt, amikor azt mesélte, hogy az iskolában Ceaușescu volt a pattársa. Csak hatodikig, egész jóban voltak, de akkor Nikolaj megbukott fizikából, hogy valamit. És aztán többet nem találkoztak, bár mondta, hogy látta a tévében, hogy milyen baleset történt vele ott a 80-as évek végén. Hát Isten jugosztálja Pista bácsit, ma már sajnos nincs köztünk, de nem csak mi forgattunk fel, hanem Berecz András híres mesemondó is például hozzáját itt lehetett nyerni. Ahogy láttam, ő is jön ide december 4-én. Ajánlom. És megjelenik a könyv is, a Pistával. Aki írt ilyen, és ott megvannak a sztorik. Akkor azt meg kell szerezni, hogy még többet tudunk is mesélni. Ez a kép már Dalmáciában készült. Az Adriai tengernél, az Omisi szorosnál, gyönyörű napokat töltöttünk itt. Aztán egy nap, egy este nem úgy sikerült, ahogy gondoltuk, a sofőrünk elvétett egy kanyar, és egy kisebb szakadékba bezuhantunk. Hát így nézett ki a busz jobb oldala, és így néztek ki azok, akik a busz jobb oldalában ültek. Kéztörések, lábtörések, bordatörés, szerencsére ennyivel megúszták a srácok. De itt már vidám a hangulat, háttérben az Adriai tenger, a Spliti kórház erkélyén állnak a srácok, a mediterrán éghajlat, vagy a csinos ápolónak nem tudjuk, de az sokat segített a gyógyulásban. Mindkettő. Sőt, Budapesten a rehabilitáció idején már vígan ásványvízeznek oda az Óbudai stúdión kertjén a fiúk. Nem vagyok túl halkott hátul? Nem. Néhogy belefeledkezek és érzem, hogy elhalkulok. És hát ez a baleset, ez kiadott a következő hónapokra. Például a Dávidnak, ugye itt is látni, hogy a keze be lett gipszelve, ő az operatőrünk, és ezen tudott például forgatni. Ráadásul az Erős Zsolt emléktúrát terveztük 2014 májusában, hogy majd leforgatjuk. El is utaztunk Gyergyóba, és tényleg leforgattuk, de meg kellett mászni az oltárkőt, ez volt a filmnek a csúcspontja, hogy ide fölmegyünk. A szalvamontosok, tehát a Gyergyói hegyi mentők mondták, hogy nem kell nagyon foglalkozni vele, csak egy 25 méteres szakasz van, de idős asszonyokat is föl szoktak ott vinni, úgyhogy mi is föl tudunk menni. Úgyhogy bátran a pohár fenekére néztünk előző este, és hát jó fáradtan érkeztünk a szikla alá, de láttuk, hogy ez a 25 méter, ez bizony egy függőleges fal, és
vissza akartunk fordulni, de mondta, hogy már nem lehet, föl kell mennünk. Ráadásul Szendő Szabolcs is velünk volt, akinek ugye hiányzik a lába, és ő felszaladt szinte ezen a falon, mondjuk ő hegymászó, hogy nem volt appelláta, megmásztuk Sanyival ezt a sziklát. Amikor fölértünk, lenéztünk, és konstatáltuk, hogy milyen szép a kilátás, de hogy megyünk innen le? De ugye lefele mindig könnyebb, úgyhogy csak le kellett tereszkedni. Szemben a Máriakő, hát mondani se kell, azért elég szép panorámát élveztünk innen. És 2014 nyarán úgy gondoltuk, hogy két hosszabb úttal letudjuk a forgatásokat, és elutaztunk két hétre Felvidékre, két hétre Erdélybe, és tényleg majdnem elkészítettük az egész évadot. Ez is egy emlékezetes út volt, és akkor még a Dunaszerdáján, a Felvidéken a DAC, a híres foci csapat, amely ma már szinte egy intézmény lett a Felvidéken, a megmaradás egyik jelképe, akkor még tényleg nem volt rendes stadionjuk, de már forgattunk fel, kicsit előjébe mentünk a történetnek. Jártunk Zaldunánál is, raftingoltunk egyet, majd lesz a Baki parádé, abban visszaköszönnek ezek a felvételek. És hát visszatértünk a Rudolf Szüttéhez is, végre le tudtuk forgatni a Páringban. Persze az ajtó most is be volt ragadva, megint az ablakon kellett bemásznunk és kirúgni, hogy beüssenek a többiek. Zajlottak a közönség találkozók. Azt beszéltük Sanyival, már a közönség találkozókról is tartatnánk közönség találkozót, hisz annyi minden történt ezen alkalmakkor. Hát egyet elmesélünk. 2015. januárjában vagy februárjában érsek családon jártunk egy kis falu Baja mellett, és nagyon jól sikerült, a szervezőkkel után leültünk beszélgetni, és mesélték, hogy azért nem volt olyan gördülékeny a szervezés, ugyanis ebben a faluban lakik még egy Kenyeres Oszkár és még egy Jakab Sándor. Ráadásul az egyik egy alkoholista, másik egy félnótás. Amikor kiplakátozták a faluba az eseményt, a falu azon rész, aki nem ismeri a műsort, felháborodott, hogy elkezdtek. Két embert szerepeltetünk. Ráadásul éppen a művelődési házban fognak mesélni. De aztán felvilágosítottak őket, hogy nem ők fognak mesélni, van egy Tuna TV-s műsor, annak a szereplői pont ugyanígy hívják. Vagy éppen betértünk egy vegyesboltba, a Kükülő mentén, Magfalván, megtudni, hogy hol van a tájház. A hölgy mondta, hogy mindjárt kijön, megmutatja, csak pont a kedvenc sorozata megy a tévében, és hagyd nézem el, meg egy perc van hátra. Belenéztünk mi is ebbe a sorozatba, szerencsére ez nem egy brazil szappanopera volt, hanem a Hazajáró, és hát nagy, mikor megnézett minket jobban a hölgy, akkor nagy volt az öröm, de persze mindkét oldalon. Közben kaptunk ott egy tiszteletbeli székely címet is 2015-ben. Amúgy annyit járunk már Székelyföldre tényleg, hogy ha összeszámolnánk, szerintem egy évet biztos, hogy eltöltöttünk ott összesen. Kicsit Székelynek is szoktuk érezni magunkat. Ez is Székelyföld, az Ezer Székely Lány ünnepe, Csíksömény nyerekben. Minden év július első szombatján van ez a gyönyörű ünnep. De ez már nem is 1000, hanem 3000 székely lány és legény, aki ilyenkor összegyűlik a nyerekben és ott táncolnak. Innen is egy olyan katarzissal tértünk hozzá, amit azért nem is lehet szinte átadni a képernyőn ezeket az élményeket. És elmondható, hogy szerencsére minden egyes útunkra a mai napig úgy jövünk haza, hogy valami hatalmas élmény ér bennünket. És úgy is indulunk el, mint az elején ugyanaz a lelkülettel, az a szerencsésnek érezzük magunkat. 2015 nyara más szempontból is egy nagy mérföldkő a Hazajáró életében. Megalapult a Hazajáró honismeret és turista egylet. Hát elhívtuk azokat az embereket, akik addig szerepeltek a műsorban, és legalább 100-an el is tudtak jönni köztük. Krisztián és Feri is. Úgyhogy ez egy hatalmas ünnep volt számunkra, és azt... Ja, és persze. Tényleg. És ugye óriási öröm volt látni azt, hogy erdélyiek összeismerkednek délvidékiekkel, felvidéki a kárpátaljaival, és hát barátságok szövődnek, hála a Hazajárónak, vagyis a Hazajárón keresztül. Szóval ez egy emlékezetes két nap volt Csobánkán, ugye Budapest mellett ez az életházában. Túráztunk természetesen, megmásztuk az Oszolykőt, és hát Tokai Csaba a film narrátora is verseket mondott, szóval neki is fontos volt ez a dolog, ő amúgy szinkron színész, illetve a Debreceni Színházban is játszik. Böjte Csaba zászlót szentelt, misézett, tényleg itt ez egy nagyon emlékezetes nap volt.
Ez a kép már a Szilágyságban készült, azért hoztuk el, mert nagyon leszittak itt minket Szilágyságban, Désházán, hogy hol voltunk eddig, mert 4 éve megy hazáról, és most találtunk még csak oda a Szilágyságban. És valóban nem jártunk addig még a mezőségben, a Szilágyságban, és hát azóta nagyon odafigyelünk arra, hogy olyan helyszíneket is felhelyezünk a turisztikai térképekre, amelyek abszolút ismeretlenek, és hát tényleg nagy tapasztalása a műsornak, hogy mindenütt megtaláljuk azt a magyart, aki valahogy a gondviselés oda vezet azokhoz az utolsó tűzőrzőkhöz szinte, akik felfedezik azt, hogy ha bizony ők nem ápolnák a megmaradás tüzét a mély szorványban, akkor bizony megszűnne a magyar élet ezeken a településeken. Úgyhogy ez is nagyon fontos, hogy eltüntessük ezeket a fehér foltokat a térképünkről, és hát visszatérünk minél hamarabb a Szilágyságba, mert megint eltelt 4 év, és megint nem jártunk ott, pedig van még mit bemutatni. És hát igen, nem az adriai tengereken járni, ahol nincs magyar, csak magyar emlékek, de azért néha elmegyünk ide, és ez a kép Fiumena mellett készült a Kvárna öbölbe, csak azért mutatjuk, mert egy érdekes történet. Nem lehet felismerni, de a kép jobb oldalán egy Bicó Tamás nevű barátunk Lubickol, és hát ő mondta, hogy ha ide jövünk, akkor szóljunk neki, mert ő eleve horvát származású, és van egy motorcsónakja, amelyel majd átszeljük ezt az 50 km széles öbölt. Aztán le is, nem az a motorcsónak, ami átérve van, hanem egy gumicsónak, amely rászerelt egy motort, és 10 méter után lefulladt, úgyhogy ennyibe is hagyhatjuk ezt a motorcsónakozást. Aztán megkérdeztük, hogy ő miként horvát származású. Mondta, hogy az édesanyját Horváth Évának hívják, ennyibe kimerült a horvát származás. Kicsit átverés áldozatai lettünk, de aztán tudni, hogy mai napig jó barátságban vagyunk Tamással. 2015 őszén ellátogatunk Kárpátaljára. Ez egy nagyon érdekes rész volt. A Beregi Tiszaátot forgattuk le, ugye Rákóczi adta ezt, nem ezt a zászlót, de egy hasonló zászlót esze Tamásnak, meg a Kárpátokon túl, és ő hazahozta, kibontott a Tarpai piacon, és kitört a Rákóczi. Ezt a szabadságharc, ezt a zászlót kibontották utána Mezővárjában, Beregszázban, és ugyanezen az útvonalon végighaladtunk mi is, és ez az epizód kicsit erről is szól, erről a zászlóbontókról, zászlóbontásról, úgyhogy tényleg ez is egy emlékezetes forgatás volt, mint hogy az is, hogy amikor Böjte Csabával bejártuk azokat a helyeket Déva mellett, ahonnan az első gyermekeket elhosszálta, a mai napig nyomorúságos körülmények uralkodnak itt Déva környékén. Itt már a pakkot dobjuk be 2016. januárjában a Csíkszereda-Ferencváros hoki meccsen. Óriási élmény volt 5000 ember előtt, ugye bemondták a hazajárók, ugye hál' Istennek. Elmondható, hogy Erdélyben sokkal jobban ismerik a hazajárók, mint Magyarországon, úgyhogy éltettek ott minket. Én Ferencváros szurkoló vagyok, és oda is szóltam az ottani hokisoknak, hogy hajrá Fradi mindenből, de nem nagyon reagáltak. Kicsit meg is sértődtem, de aztán láttam a meccsen, hogy miért nem, ezek mind finnek voltak, tehát idegen legősen. A hátukon ilyen Kaivalainen, meg mit tudom, hát nem értették, hogy mit akarok. Ez is egy érdekes forgatás volt, a két fiatalember látássérültek, vakok, és az Alacsony Tátra Királyhegy nevű csúcsára velük túráztunk fel, tehát felkísértük őket sokszor úttalan utakon, és hát az ő benyomásaik alapján próbáltuk érzéket bemutatni az Alacsony Tátrát. És álmunkban nem gondoltuk, hogy még ilyen csodákra bukkanunk, azt hittük, tudunk mindenről, de a Néra szurdoknál, az Aninai hegységben, a Békszeme nevű tó, hát ez is érdemes elmenni, egy gyönyörű hely. És 2016-ban hőlégbalonoztunk, ráadásul ez a hőlégbalon a Szent Koronát ábrázolja, ez egy nagy kaland volt szintén. Egy kassai vállalkozó, Mede Ferenc az, aki ezt megépítette, és olyan helyeken reptetül a Szent Korona már járt a történelme során. Kalozzoli bácsit is meglátogattuk, aki sajnos szintén már nincs velünk azóta. Hát igen, sokan nincsenek már velünk. Nagyon jó, hogy amúgy hosszú interjúkat csinálunk, és ilyen kordokumentumként nekünk megvannak az archívumban ezek a hosszú interjúk. És 2016 volt az, amikor az első ilyen diaszpóra közönségtalálkozó körutakat tartottuk. Svájcban, Németországban jártunk, és
próbáltuk rávenni az ottani magyarokat, hogy jöjjenek inkább haza. És nagyon sok olyan történet van. Tegnap előtt odajött hozzánk Kolozsváron egy házaspár, és mondták, hogy ők Skóciába jöttek 8 évet, valahogy meglátták a hazajárót a YouTube-on, aztán elkezdték nézni, és a 100 rész után azt mondták, na irány haza, mi tudunk itt Skóciában, amikor ilyen gyönyörű szülőföldünk van. Szóval ilyen történetek is vannak. Gyergyó. Gyergyóban nagyon szeretünk járni, ott még létezik ez a régi világ, ez a falvak közti rivalizálás is megvan sokszor. Gyergyó remetét különösen nem szeretik a környékbeli falvak, ilyen bicskásoknak tartják őket. Azt mondták nekünk Szárhegyen, hogy úgy keletkezett remet, hogy a betörő tatárok és a vadisznok kereszteződéséből. Ezt nem meséltük remetén, aztán felkacagtak. Mert kérdezték, hol hallottuk, mondtuk, hogy Szárhegyen, és akkor felkacagtak, nem értettük miért, aztán mondták, hogy a szárhegyiekkel nem érdemes foglalkozni, mert csak az ékezet a szerencséjük. Az ég. Úgy Madéfalván is megsértődtek, véletlenül Madéfalvát mondtunk, de mondták nem ők, Madéfalva, az ékezet kölcsön van adva, föl Gyergyóba. Ez már a királykőt 17-ben forgattunk, és hát 2017-ben volt egy kilósbetűs ünnep, méghozzá a Prima Primissima díj átvétele december 1-én, tehát ez Magyarországon a legmagasabb fokú nem állami kitüntetés, tehát ez egy közönségdíjként kaptuk meg ezt a Prima Primissima díjat, tehát óriási élmény volt számunkra. És köszönjük a szavazatokat, mert ugye tudjuk, hogy innen is sokan szavaztak rá. Ennek a képnek csak azért hoztuk el, mert van egy története, Bős, ugye Felvidéken járunk, ahol van ez a vízi erőmű, és ott volt egy ilyen téltemető szertartás, és mindenkit befestettek. És akkor úgy belefeledkeztünk az estébe, el is felejtettük, hogy mi ki vagyunk Fingálba, indultunk tovább egy másik helyszínre, bementünk tankolni egy benzinkútra, és mindenki minket nézett, de nem értettük miért, de aztán mutatták, hogy mi ez, és aztán nem mostuk. 2018. augusztusában elmentünk Háromszékre, hogy egy kalákakaszálláson vegyünk részt. Azt nem gondoltuk volna, hogy 10 perc múlva mindenki elővesz egy ilyen pálinkás flakont, majd megjelenik egy tangóharmonikás. Szóval jó, bekeveredtünk itt is egy rossz társaságba, de aztán remekül sikerült.